Sós Dáviddal beszélgetünk, aki a Gyulai Játékváros rádiós és televíziós műhelyének a műhelyvezetője, jól mondom, így Dávid? Így van, így van. Sziasztok, sziasztok. Járjuk körbe akkor jó, most egy kicsit a játékváros. Jó, egy kicsit bemutatást akkor tegyünk is meg. Nézzük meg, hogy milyen hangulat van. Mi az első műhely, amit láthatunk? Most a kinti műhelyeknél járunk. Itt kérlek szépen csak is különböző kézügyességgel készült műhelyeket láthattok. Minden diák lényegében nagyon sok veszélyes eszközzel dolgozik, viszont nagyon élvezik. Itt az első műhelyet, ahol láthatjátok, különböző pólókat festenek különböző színekkel. Itt színfőznek lényegében, és a pólókat átfestik, különböző mintákat festenek rá. Igen, igen, igen. Hogy egy picit tovább megyünk, itt láthattok elkészült darabokat is. A következő műhely az egy igazán történelmi műhely, hogy egy kicsit hozzátegyünk. Itt látható fent egy csomó térkép, ami elkészült, gyerekek festik, rajzolják, illetve színezik őket, különböző helyeket jelölnek meg, ami fontosabb a történelem szempontjából. Ott látható egy kész darab, vagy éppen a készülő darabok. Éppen fent a papírtól kezdve mindent ők csinálnak meg, ők színezik, ők gyűrik meg, hogy egy kicsit ilyen régebbi hatású legyen. Tovább megyünk egy kicsit, akkor itt látható, hogy éppen készül a papír, itt a jobb oldali részem. Itt Gizinéni segítségével készítjük a papírt, régi tojástartókat összecincálunk, és víz segítségével ugye egy masszát képezünk, amiből papír készül. Egy picit tovább megyünk, akkor láthatjuk szerintem az egyik legkirályabb kinti műhely, ami teljes mértékben veszélyes eszközökkel használatos, viszont a gyerekek ugye, mint említettem, nagyon élvezik. Különböző fából készült eszközöket csinálnak, mondjuk fidget spinnert, esetleg különböző fegyvereket. Gyertek, nézzük meg együtt. Éppen látható a folyamat. Különböző kis ágyú készül, ugye a kalózhajókon is megtaláltuk pici kis ágyú. Itt a segítő segítségével készül el a termék. Most mit készítenek éppen? Most mi az, ami készül? Szia! Én igazából nem ebben a műhelyben dolgozom. Én a hulladékos műhelybe, a Kincsesszigetbe. Csak Norvég segítségét kérjük, hogy létrehozzunk egy ágyút. Egy ágyút készítenek. Ezt remélhetőleg csak játékra fogják használni a gyerekek. Egy picit tovább jöttök, itt láthatóan a műhelyvezetőnk, a Norbert, és ő neki van egy ilyen gépkezelői engedélye ezt használni, ez egy marógép, és a fadarabokat marják különböző módon ki. Ebből éppen most egy kis hajó készül, viszont itt most megmutatotok szerintem egy darabot, ami most még pepert nincsen kézzel, ez egy fidget spinner lesz. Így láthatok benne egy csapágy, amit bele lesz ragasztva, kivágják a fadarabot különböző alakzatokba, és átfestik a gyerekek. Fidget spinner. Szuper. Na nézzünk tovább, jó, itt a következő tovább, állomány. Ugye itt is még a faműhelyen tartozó kinti részt látható. Éppen itt szerintem fegyver készül, ha jól mondom. Ugye Balázs, fegyver készül most nálatok? Igen, hát akkor valószínűleg most nem. Mit mondtál, Balázs, mit csináltok most? Fánsípot. Fánsípot. Ez mikorra lesz kész? Ez egy egész hetes munka, vagy ma be tudjátok fejezni? Persze, hogy ma be tudjuk fejezni, viszont az ágyú állványunk az már jól végült a készül. És így már láthattok egy elkészült fegyvert, amit a gyerekek és segítők segítségével készült el. Ezek különböző tárgyakat is ki lehet lőni, ugye üreges a csöve belül, és egy gumi tartja vissza. Szóval nagyon király dolgokat lehet itt összehozni. Jó. Gyertek tovább, még nézzünk tovább. Ez az utolsó kinti műhely, ugye? Itt mi készül? Itt német felnőttek dolgoznak, ugye az egész játékváros Németországból érkezett ki, és az ő segítségükkel ők minden évvel eljönnek, és az egész játékváros alatt segítkeznek. Mindig nagyon kreatív műhelyeket találnak ki. Itt éppenséggel kalózdobozok készülnek. Itt láthatod is, láthatjátok, Tomás mutatja éppen az elkészült mintákat. Ezeket úgy csinálják, hogy különböző ilyen részdarabokat ráraknak mintákra, és rányomogatják, és ilyen szép alakzatok jönnek ki, mint például egy ilyen hajó, vagy különböző koponyák, halálfejek, és ezeket a gyerekek segítséggel készítik el, és azok után a vásárba pedig el lehet adni. Tehát nagyon király, mert meg is csinálják, utána meg is tudják venni, vagy eladni, szóval nagyon érdekes és jó. Még azt mondd el, légy szíves, hogy ez a vásár hogy működik itt a játékvárosban? Tehát mindenki készít aznap valamit, igen, utána a nap végén van a vásár? A vásár az egész nap működik egyébként. Uh-huh. A gyerekek ugye elkészítik a különböző termékeket, és úgy lett közösen megbeszélve, hogy a vásárban mindent beadnak,
és a vásárban pedig meg lehet vásárolni. A vásárnak a műhelyvezetője találja ki az árakat, és a különböző napi bérekből a gyúróért, ugye, olyan mint a nálunk a forint, csak itt gyúróban, ugye a játékvárosban, és azokért a pénzekért meg lehet vásárolni a különböző tárgyakat. És nagyon szereti a gyerekek, mert gyűjtenek rá, spórolnak, és igazából az életet tanítja őket, hogy ezzel most kell spórolni, stb.